Műsorunk folytatásában az ország nyugati szegletébe kirándulunk, ahol a Csömödéri Erdei Vasút 105 éves évfordulóját és annak ünnepi eseményeit prezentáljuk. Itt most az Alaerdő ZRT kisvasúti napján vagyunk, ahol évről évre megünnepeljük ennek a vasútüzemnek a működését, tevékenységét, azt, hogy immár 105 éve szolgálja a környék munkáját, pihenését, üdülését is, most már oktatását is. Erre a bázisra, mint a vasútüzemre és a turistaházra felépítettünk egy koncepciót, ahol 2015-ben létrehoztuk a saját tervezésben megvalósított oktató szerelvényünkre és vasúti oktatókocsinkra az erdeiskolát, ahol szintén rendkívül sikeresen már évek óta működünk és tanítgatjuk a hozzánk érkező vendégeket, helybeli kis diákokat. A lényeg az, hogy be tudjunk mutatkozni az utazóközönségnek, minden, ami lehet, látogatható, megnézhető legyen. Igazándiból nekünk az az öröm, hogy ide ilyen apropóból érkeznek hozzánk a vendégek, és együtt ünnepelhetünk. Felújítottunk 5 C50-es mozdonyt, aminek a korszerű dízelmotor a meghajtó egysége, illetve automata sebességváltó kerültek a gépekbe. Ezen felül Abel mozdonyunkat is felújítottuk, ami nagy közmegbecsülésnek és szeretetnek örvend. Ebben az évben pedig itt a mellettünk látható 50-es évek végén épített MK48-as sorozat egyetlen működőképes példánya került felújításra, ami a vasútüzemünk vontató állományát, ami a személyszállítást szolgálja, bővítettük. Két oka is van neki, megdobban az ember szíve ilyenkor, hisz a múlt egy darabját újítják meg szinte évről évre az Alaerdő munkatársai, azzal, hogy egy-egy vagont, egy-egy mozdonyt felújítanak, és az elmúlt évek eredményei azt mutatják, hogy nagyon sikeresen, hisz nagyon-nagyon sok turista kimondottan azért is akar kisvasutazni, hogy a múltba visszanyúló élményt kapjon saját magának. A másik oka annak, hogy megdobban az embernek a szíve, hisz én is erről a vidékről származom, és nagyon-nagyon kevesen ismerik azt a szép zalai tájat, amit mi a saját magunkénak tudunk az országból, és éppen azért tartjuk fontosnak, hogy az olyan turisztikai lehetőségek, mint a kisvasútfejlesztés, vagy éppen a szállásfejlesztés, ami ebben a térségben az elmúlt időszakban megvalósult, az folytatódjék, hogy minél többen ismerjék meg ezt a szép tájat. A szerelvény megkapta az indulási engedélyt, így a zalai táj vadregényes területe felé vette az irányt. A jó hangulat ellenére azonban nem szabad megfeledkezni a vasúti szabályok fontosságáról. Attól, hogy mi kisebb léptékkel vagyunk, kisebb mérettel vagyunk, mi is ugyanolyan veszélyes üzem vagyunk, ránk, és ugyanúgy, mint a normál nyomtávnál a kötött pályás közlekedés vonatkozik, ezeket kell figyelembe venni, az, hogy kis méret vagy nagy méret vasúti jármű, az itt is, ott is vasúti jármű. A korábban említett jó hangulatot csak fokozza a Machin Jazz Band akusztikus Dixieland zenekar, akik az út során elkísérték a kis vasutazókat. A táj és a zene összjátéka kellemes kikapcsolódást nyújtott. Konkrétan azért jöttünk le, hogy zenéljünk, mert felkértek rá minket. Egyébként mi nagyon élvezők, én személy szerint, és szerintem a többiek is. Még nem voltunk ezen a vonaton. Igaz, már játszottunk, már voltunk több vonaton is. Nagyon szép ez a táj. Azért nem mindegy, hogy csak ülünk a vonaton és kinézelődünk, az is nagyon jó élmény, de hogyha zene van, élő zenei kíséret van valakinek, hogyha szeretne énekelni. Még több embert szeretnénk az erdőbe, még több környezettudatos embert, olyat, aki ide tanulni, pihenni, és az erdőt szeretni jár, és nem pedig a rossz oldalt képviseli a szemeteléssel és egyéb olyan erdei tevékenységekkel, amik a 21. században már nem megengedhetők. Egyrészt szeretném azt, hogyha ez a természeti környezet ebben az állapotában megmaradna. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, és ne csak a tengert, vagy éppen a vizet kívánják egy-egy turisztikai célként elérni az emberek, tehát a fürdőhelyeket, vagy éppen a tengert, hanem
az az aktív turizmus, ami az elmúlt időszakban, az elmúlt években talán köszönhetően, hogy egyre többet beszéltünk róla, megélénkült, ez még élénkebb legyen, ismerjék meg a természetet, kiránduljanak ide, vagy gyalog, vagy kerékpárral, vagy éppen a két másik lehetőség, az említett két másik lehetőség mellett, tehát a kerékpározás, a gyalogtúra mellett üljenek fel a vasútra, és ez adjon egy nagyon-nagyon szép egyéni és közösségi élményt mindannyiuknak.